Phantom 4 legújabb újítása az úgynevezett Active Track, amikor mozgó célpontot is képes követni, beavatkozás nélkül. Kicsit lassan, de elindult utánam. Ez annak köszönhető, hogy a Phantom jelenleg 5 darab kamerával dolgozik, 2 az alján, 2 elől, és ugye a 4K-s kamera, amivel most éppen rögzít engem. Az első 2 az 2 optikai szenzor, aminek segítségével érzékeli az előtte lévő tárgyakat. Tehát elvileg, ha most idejövünk az átlag mögé, nem fog neki menni annak ellenére, hogy követ engem, hanem vagy megáll, vagy kikerüli. Most éppen megállt. Ez beállítás kérdése. Ha akarunk, akkor tud rá cselekedni is. Most megnézzük, hogyha kikerülöm az zászlót, akkor fogja és látja, hogy nincs előtte célpont, és jön tovább utánam. Mindezt úgy teszi, hogy a többiek valahol ott hátul vannak, és senki sem nyúl a távirányítóhoz. A Phantom 4 jelenleg egy 5350-es aksival van ellátva, egy négyszállással, amivel 28 perces repülési időt ígérnek. Most egy kicsit megpróbálom megfuttatni. Jaj! Mert hogy 72-ben képes menni sportmódba, bár akkor nem működnek a szenzorok, ez így annyira nem olyan jó, de megyünk. Hát ő neki ez semmi, és itt van. Ha közeledek felé, akkor a kamerát bólintja úgy, hogy a gép egy helyben áll. És így tudok ilyen szép selfie-t csinálni.